Észak-Erdélyben és több magyarországi nagyvárosban is kirándultak a Dobó Katica nyugdíjas szervezet tagja idén. Emellett anyáknapi és nőnapi rendezvényeken, valamint egészségügyi és kulturális előadásokon is részt vettek a nyugdíjasok. Többek között erről is szó volt a több mint 270 főből álló civil egyesület féléves értékelőjén. Kósa László elnök kiemelte, öntevékeny csoportjaik színpadi előadása a legtöbb állami és nemzeti ünnepen is szerepelt. Minden évben értékeljük az első és a második fél évet. Az első fél évet lezártuk június végén, de most a második fél év kezdetén értékeljük tulajdonképpen, amit egész nyáron, illetve januártól augusztusig elvégeztünk. Én úgy gondolom, hogy amit beterveztünk programokat, azt teljes egészében megvalósítottuk. Hozzátettem, a második fél évben is számos rendezvényen színesítik a szépkorúak mindennapjait. Szeptemberben Kárpátalján kirándulnak, részt vesznek Eger civil ünnepén, az idősek világnapján pedig az évfordulósokat köszöntik majd. Szeptember 7-én kezdődik az első egri klasszikus filmmaraton, amelynek díszvendége lesz Claudia Cardinale. Elhangzott, a szervezet tagjait is szeretettel várják a filmvetítésekre.